Tudja, a főnök és a beosztottak közti harmónia a sikeres együttműködés biztos záloga. Tökéletesen így van, uram. Mehet, Safranek, és üdvözlöm a kedves feleségét. Köszönöm, uram, de már egy éve önnel él. Chateaubriand, 1952. Felülmúlhatatlan, imádom a boraikat. Akárcsak a francia nyelvet. Minden nyelvet ismerek, de a francia kedvencem. Fantasztikus nyelv. Franciául kék káromkodni. Nom, de Dieu de putain, de bordel, de merde, de saloperie, de connard, d'enculé, de ta mère. Mintha sejemmel törölnénk ki a seggünket. Imádom. Wingardium Leviosa. Ró, nyugi, nyugi, nem jó. Itt csak kiszúrod a szemem a pelceddal. Nem a szán van a hangsúly, hanem az ón. Helyesen Leviosa, nem pedig Leviosa. Ha olyan jól tudod, akkor mutasd meg, hogy kell. Gyerünk, mire vársz? Nézze, ha nem létezik a denevér, akkor kidobta bele Nepiét a safba. Öngyilkosság! Egy pillanat, ez hadd vegyem Magnóra, rendben? Haló! Egyszerűen letette. Nem baj. Na jó, mire jutott? Tehát, itt van a belváros, itt van a vegyi anyaggyár, és eddig errefelé tűnt fel. Ja, menjetek haza, rómaiak utasítást, tehát mit kell használni? Felszólítom, ódő, mi szerint? Mennyi római? Többes, ite. Ite! Domus, alanyesed? Menjetek haza, ez előremutató, ugye már? Részes esete! Nem részes esete! Tárgyeset! Iszonyúan tárgyeset! Domum uram, domum! Erre kitör az őrület! 35 000 szurkoló bezúdul a pályára! Képzeld el! Úgy van, és rohan! Félre az útból! A rohadt életben neked volt jegyed arra a rohadt meccsre, és te is berohantál! Nem rohantam be, nem voltam ott. Micsoda? Én a bárban ittam a leendő feleségemmel. Te nem láttad Fisk homranyját? Gond ne nyomassza szíveteket. Most menjetek pihenni. Kimerített benneteket a gyász, a sok fáradalom. Ma éjjel békében fogtok. Szabad? Persze, amit csak akar. 5 perc van hátra a 17. kupadöntőből. A Delfinek hátránya 1 pont a 49-esek között. Kapura rúgás következik. Marino áll a labda. Winkler rúg. Ó, és túl magas! Mellé ment! Réfink nem talált be 25 méterről a kapuba, ez hihetetlen! A Delfinek elvesztették a döntőt! Ó, Mácik, undorodom tőlük. Soha sem állok melléd! Ha tudnád, milyen erő lakozik a sötét oldalon. Obi-Wan sosem mondta el neked, mi történt apáddal. Épp eleget mondott. Elmondta, hogy te ölted meg. Nem. Én vagyok az apád. Nem. Kiált Heuréka! És annyira örül, hogy mezítelenül rohan át az utcákon, a palota felé, hogy felfedezését jelentse. De hát, mi a történet tanulsága? Vagy időkérdése? Téves! A történet lényege a feleség. Ha az asszonyra hallgatsz, perspektívát kínál neked. El kell lazulnod, fürdőt kell venned, különben nem jutsz sehová. Éppen most. Pont most? 12 róka éve, te ígértél valamit. Abban a ketrecben azt mondtad, ha túléljük, többé nem lopsz. Se csirkét, se bujkát, se kacsát, se galambot, se semmilyen szárnyast. És én hittem neked. Miért? Miért hazudtál nekem? Mert vadállat vagyok. Megszomjaztam. Bizony, Mr. Sims. A legfontosabb szó a világon, amire érdemes odafigyelni. Nos, az a... Pina. Ha! Jegyezd meg, fiam, ezek bölcs tanácsok.
Tessék, mész és veszel egy új kígyót. Hol az ABC-ben? Hol a francban vegyek én most este 10-kor egy kígyót? Van egy éjjel-nappali kígyófarma 27-es út mentén. Dzsungel Juan keresd. Ezt megtüntesd el. De utálom ezt a szakmát. És tudod, hogy miért? Mert már nincs benne emberség. A nővé meg azt mondja, hogy mindjárt jövök, és begyűlik a szánkba azt a röntgenfilmkockát, aztán meg... És ha kiderül, hogy az embernek lyukas a foga, akkor belenyomják a pofájába a szulit, és... Igaz? Nővér meg nincs. Ebédelni ment. Ott ülsz kifecskelt szájjal. A nyakadon meg egy partedillók, igaz? Ekkora. Én csak imádkozol, hogy segítsen már, valaki! Én vagyok a terjesztőd a főiskolán, ez kell neked. Te is tudod, nekem meg a pénz kell, kölcsönös érdek. Tudod te, hogy kell lesz nekem? Hát úgy kell lesz, ahogy egy Isten verte büdös seglyuk a könyökömre. Ide! Egy seglyuk! Az öcsémmel állandóan mindenben versengünk. Akár a focipályán vagyunk, mindenütt. Nem tudom, most újabban zenélünk, zenekarba ketten, de ott is ő dobol, én billentyűzök, de mindig megy a versengés. Nem értem, egyszerűen a Miklós folyton szaragszik velem, már a zenekarba is össze-vissza mindenféle hangszeren játszik. Fúj, mi ez az iszonyatos bűz? Azt hiszem, ez belőlem jön. Úsztam egyet a szennyvíz csatornában, mert szeretem. Mert szeretem. Ez volt a jel. Gyerünk, fiúk, indulás! Úgy látszik, beszorult az ajtó. Gyertek, segítsetek! Nincs is jobb, mint egy szép, nagy olasz esküvő. Anthony Rosano. Nem, atyám, a helyzet változott, nem ahhoz megy. Mi? Hát az nagy kár, de még fiatal. Megtalálhatja az igazi. Már meg is találta. Kit? Dr. Poole-t! Dr. Poole-t! Hello! Menjen a szobájába! Tréfál, uram? Nem tréfálok. Egy kis fantáziával fel lehet dobni ezt a helyet. Csináljanak baseballpályát, a ház mögött zuhanyozót, és majd kapnak egy autórakomány magazint, rejtvényújságot. 10 mérföld a legközelebbi város. Itt nincs élet. Épp ezért kellemes ez a környék, és megnyugtató, mert csendes. Napozzanak, pihenjenek, mert megyünk vissza az első vonalba 3 nap múlva. Kapitány úr! Indulásra kész vagyunk. Megyek, indulhat! De kapitány úr, itt se pia, se kurvák, itt nincs élet. Még egyet. Hagyják békén a nőket, mert minden férjnek puskája van. A fosztogatásért pedig halál jár. Hát mi az Isten lehet itt fosztogatni? 3 nap múlva jövök.